A történelmi avas fejlesztésének első üteme megvalósult. Néhány nap múlva átadják a horvát tetőn kialakított többszintes játszó és szabadidőparkot. A modern, izgalmas játékelemekkel kialakított zöld terület már most is sok családot vonz. A fejlesztések sor azonban ezzel nem ér véget. A remények szerint még idén elindulhat a második ütem kivitelezése, ezúttal az avasi kilátót újítják fel. A beruházásra 530 millió forint áll rendelkezésre. Pár nap múlva átadják, de a gyerekek már birtokba is vették Miskolc legújabb, legnagyobb és legmodernebb játszóparkját. A horvát tető átalakításával egy többszintes, számos élményelemmel, játszótérrel, gördeszkaparkkal és kutya-agility pályával lett gazdagabb Miskolc. Az építkezés tavaly indult, mára pedig teljesen elkészült. Ezzel a tervezett nagyszabású fejlesztés első üteme megvalósult. Mindazok a játszóeszközök, azok a tematikus lépcsősorok beépítésre kerültek, amelyekről tavaly évben 11 hónappal ezelőtt beszéltem. Ennek az átadása, az ünnepélyes átadása egyébként ezen a héten fog megtörténni, tehát polgármester úr átadja a miskolciaknak, akik ezt most már jogszerint is birtokba vehetik, bár tudjuk, hogy azért sokan már kilátogattak és megnézték ezeket a fejlesztéseket. A munka azonban nem ér véget. A történelmi avas fejlesztése a tervek szerint továbbra is három ütemben valósul meg. Az állításokkal ellentétben a második ütemben a kilátónak a felújítását fogjuk megvalósítani. Simon Gábor elmondta, a tervek, a kiviteli dokumentációk elkészültek, és a közbeszerzési dokumentáció is összeállt. Így a remények szerint még idén elkezdődhet a beruházás. Az jelent meg a sajtóba, hogy a kilátó építési engedélye lejárt, és hát ez micsoda óriási problémákat okoz. Hagy mondjam el önöknek, hogy a kilátó felújításának nincs építési engedélye, nem is kell építési engedély. Egy épület felújítása bejelentés köteles, a bejelentés az megtörtént. Simon Gábor hozzátette, jelen pillanatban a kilátó felújítására 530 millió forinttal rendelkezik a város, a becslések szerint pedig ez az összeg elegendő a megvalósításhoz. Bár az előző városvezetés 2011-ben már ígérgette a kilátó felújítását, de tudjuk, hogy 2019-ig nem tette meg. Mi egy sokkal nehezítettebb pályán dolgozunk folyamatosan. Ennek ellenére most is nagyon reménykedünk benne, hogy minden olyan engedély rendelkezésre fog állni, ami alapján idén a kilátónak a tényleges kivitelezése meg fog tudni kezdődni. A második ütem után pedig a harmadik ütemben a kilátó előtti terület felújítása fog megvalósulni. Egy amfiteátrum-szerű tér kialakítását és új sétányok kiépítését tervezik. Ez a projekt is jól halad, jelenleg a közbeszerzési dokumentáció összeállítása zajlik, zárta gondolatait Simon Gábor.